Kevesebb lehet a baleset a városban. Piros festékkel emelték ki a közlekedők számára a győriek által csak árkád körforgalomként ismert csomópont sávjait. Segítség ez a sofőröknek, hiszen a korábbi, néha érthetetlen és megmagyarázhatatlan manőverek a remények szerint a háttérbe szorulnak, a piros, jól látható mázolással a szabálytalan sávváltások megelőzése a cél. Nap mint nap látok olyan helyzeteket, amikor elénk bevágódik valaki, sőt, ott is láttam, hogy a belső sávból kettő sávot vált, annak ellenére, hogy mind a két oldalon záróvonal van. Ennek javarésze nyilván tiszta vagyok vele, hogy szándékos, de látom azt is, hogy a külföldiek, a nem Győrben és napi szinten ilyen körforgalmon közlekedők jelentős része azért tanástalanul áll, és hát rá van bízva a többi közlekedőre, meg rá van bízva a szerencsére. Így talán, hogy ilyen szép vastag bordó csíkokat festettek, talán még érthetőbbé válik, hogy az egy záróvonal, azon nem fogunk átmenni, nem váltunk rajta sávot. Ezekben a több sávos csomópontokban gyakoriak a sávváltás közbeni szabálytalanságok és az ebből bekövetkező koccanások. Előre kell gondolkodni, hogy melyik sávba sorolunk be, ugyanis én utána már azt szoktam mondani, ha elrontottuk a besorolást egy adott sávba, akkor már a körforgalmon belül ne próbáljunk meg sávot váltani. Ez a legtöbb helyen egyébként tilos is. Tehát nálunk ez úgy működik, hogyha a tanulónak azt mondom, hogy mi most Vámosszabadi felé megyünk, akkor beáll a Vámosszabadi felé menő sávba, és az gyönyörűen kidobja Vámosszabadi irányába. Aztán utána mindenki dönt, hogy jobbra vagy balra megyünk esetleg, de a kulcs szó nálunk az, hogy ha már benne vagyunk, akkor ne váltsunk sávot. Ha beválik az újítás a város szívében, könnyen lehet, hogy a mögöttem látható csomópontnál is alkalmazzák a sávkiemelést a szakemberek. Pár perce állunk még csak itt a másik, többsávos körforgalom mellett a Fehérvári útnál, de ez alatt már három alkalommal történt szabálytalan sávváltás. Szerencsére most személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy még a helyismerettel rendelkezők is kisebb sebességgel érkezzenek a csomóponthoz, hogy a tétovákkal találkozva ne legyen koccanás a vége.